Október végén számoltunk be arról, hogy a külső strand fedett uszodáját építő munkások nagy lendülettel kezdték el bontani. Akkor megtudtuk, hogy Jászberény évekig várta váratlanul múlt szeptemberben megjelent pályázati lehetőségre. A 40 éves épület felújításával kapcsolatos gondokat sok éve görgeti maga előtt az önkormányzat, forrásokat keresve. Előre láthatólag a tervek szerint a hét végén üzembe vagy vissza lehet, használatba lehet helyezni az uszodánkat. Ezzel a bejelentéssel kezdte a szerda délelőtti sajtótájékoztató dr. Szabó Tamás polgármester. Hozzátette, hogy a zöld energetikai projektet végül 100%-os támogatással valósították meg. Egy teljesen korszerű létesítmény, héjazat és tetőszerkezet jött létre. A főtartók szelemenek igen erősen károsodottak voltak, ezeknek mindnek a cseréje megtörtént, illetve a vég oromfalaknak is a fatartó szerkezetét teljesen újra cseréltük. A tetőszerkezet cseréje volt a leglátványosabb munka, de a pályázatban nem csak ez szerepelt. A 207 millió forintos projekthez 166 millió forintot biztosított az állam az újra kiosztott pályázati keretből. A városnak csak 20% önerőt kellett biztosítani, amit közben a belügyminisztérium önerő pályázatából megigényelt és megkapott Jászberény. Mindebből lecserélték a teljes átívelő tetőszerkezetet. Korszerű szigeteléssel, napelemekkel és telepített földhőszivattyúval csökkentik az üzemeltetési költségeket, mellyel a számítások szerint 2,5 millió forintot takaríthat meg az uszoda évente. A baloldali falon a 48 napelem inverterei kerültek elhelyezésre, ami az elektromos áram előállítását szolgálják. A jobboldali részben a 2 darab hőszivattyú és a puffertartály, ami a technológiai melegvíz előállítását szolgálja. Az átalakítás a belső teret is érintette. A kiszolgáló helységek, az új, nagyobb pihenő mind-mind a kényelmet és a magasabb minőségű komfortot szolgálja. Én azt gondolom, hogy jó irányba indultunk el, jók voltak az első lépések, abban is bízom, hogy a lakosság is, a látogatók is értékelni fogják ezt, és lesz annyi türelmük, hogy megvárják, amíg mindennek a végére érünk, én bízom benne, hogy nem túl hosszú idő alatt. Sőt, a 2016-os tervek között szerepel, hogy a lehető leggyorsabban beszereljék a szellőzőrendszert, mely évtizedekig védi a faanyagot. A légtechnika kérdését meg kell oldani, természetesen, mert a fa anyag állagvédelme, tehát azért egy párásodás, egy folyamatos víznek való kitettség a levegőben is benne van, tehát ez mindenképp a jövőbeni és hosszú távú üzemeltetési célok és szempontok alapján szükséges, és ebben az évben, tehát folytatólagosan ezt a légtechnikai kérdést meg is oldjuk, azért ez is 10 milliós nagyságrendű beruházás. A komfort növelő elemek között a feszített víztükörrel rendelkező nagymedence, egy hidegvizes merülőmedence, valamint a kül- és belterületi burkolatok cseréje és a külső környezet rendezése is szerepel 10 millió forint feletti összköltséggel.